Az orosz-ukrán háború sajnos sok emberre negatív hatással volt itthon Magyarországon. Többen elkezdtek rettegni attól, hogy mi van, ha az oroszok az ukránok után felénk fordulnak és lebombázzák szeretett hazánkat. Ennek az esélye, valljuk be, nem túl nagy, de ez az embereket nem tartja vissza attól, hogy fasságokat beszéljenek a Facebookon a fotel kényelméből. Hiszen a pánikkeltés jó. Nincs is rosszabb annál, mint amikor egy frusztrált népet egy frusztrált ember még frusztráltabbá tesz. Jó napot, Facebook követőim! Elrettentő, ami a világunkban zajlik, és azt kell mondjam, borzasztó, ami történik! Hidd el, hogy ez volt az utolsó, hogy egyetértettél ezzel a faszival. Be fognak törni ide is az oroszok, ez nem kérdés, hiszen olyan területeket is támadnak az oroszok, amik magyarok lakta terület Ukrajnában. Be fogom terjeszteni a parlamentbe a fegyverviselési jogot! Be fogja terjeszteni. Tehát Imre bácsi ír egy levelet a parlament@gmail.com-ra. Ja. Ha az oroszok betörnek az óvodákba és az iskolákba, a gyerekeknek meg kell védeniük magukat, hiszen mi a fronton leszünk! Inkább a frontint vedd be, öreg. Hogy mire alapozom a mondandómat? Több levél is érkezett a Citromér címemre az oroszoktól, amiben a kiszivárgott haditervüket küldték el nekem! Igen, valaki beépült a Kremlebe, hogy neked kémkedjen és a citroméledre szivárogtasson ki hadititkokat, hogy te most itt a Facebookon elmondhasd ezeket nekünk. Annyira jó, hogy vagy nekünk, Imre, körös tarcsáról. Sírnék, ha nem léteznél. Ebbe benne állt, hogy a gyerekeket célozzák elsősorban, hogy átállítsák őket az orosz oldalra! Ja, a gumimacikkal mennek majd be az oviba az orosz katonák, és verbálisan gyötrik majd szegény gyerekeket, hogy nézd csak, Pistike! Nálunk ebből nagyon sok van orosz országban. Putyin meg a régi szovjet karosszékébe csettinget örömébe. Azonnali fegyverviselési engedélyt a civileknek! Az előkészítő tanfolyamokat meg kell kezdeni, hogy amikor megtörténik a baj, cselekedhessünk! Hát persze, mindenkinek fegyvert. Borsod meg a 8. kerület lájkolta ezt a bejegyzést. Osszátok! Meg kell védenünk a gyermekeinket! Fegyvert mindenkinek, hogy megvédhessük a gyermekeinket! Ja, nem értettem. Kiket kell megvédeni? A gyerekek a legfontosabbak! Ja, igen. Az a durva, hogy megosztották 3000-en. A komment szekció meg zseniális. Ez igen! Juttassuk be a parlamentbe a levelét! Igaz, magyar szavak! Sokat gondolkodtam azon, hogy hogyan lehetne visszafogni az öregeket az interneten. Tisztelt persze a kivételeknek, vannak, akik helyén tudják kezelni az internetet, de egyesek a nyugdíj mellett megőrülnek otthon és Facebookoznak. Hát nem szabad? Az életükben összeszedett, megkeseredett, pesszimista életfelfogásukat tolják ki és hergelik a hozzájuk hasonló félbites egyéneket. Mondjuk ez nem csak az öregekre igaz, de az idősekre tudom a megoldást. Kérlek titeket, tekintsétek meg frissen készült reklámfilmemet. Édesapja már idős, nyugdíjas. Sokat facebookozik. Gyakran oszt meg fasságokat. Úgy érzi, szégyent hoz önre és a gyermekeire. Nyugodjon meg, nincs egyedül. Kurva sok ilyen öreg van még a neten. Cégünk segítőkezet nyújt önnek. Nagyon egyszerű a megoldás. Szociális otthon. Adja be az apját és bízza ránk a kezelését. Speciális új fejlesztési gyógyszerünk a Fassággátló Pro 2.0 terápiás jelleggel hosszú távon segít apádban elnyomni a kitörni vágyó bullshiteket. Cégünk sikereit mi sem bizonyítja jobban, mint a páciensek visszajelzései. Amióta szedem a Fassággátló 2.0-at, nem hiszem azt, hogy a Gyurcsány Ferenc gyíkember volna. Mondjuk attól még egy fasz. Kérésére videóra rögzítjük szüleinek fejlődését gyógyszer előtt és után. Terápia előtt. Orbán fia Viktor, nemzetű megmentője, sárkányok apja és középfölde felszabadítója. Terápia után. Miért nem akasztottatok föl, mikor ilyen fasságokat beszéltem? Szociális otthon. Jelentkezzen most. A kockázatokról és a mellékhatásokról nehogy megkérdezze házi orvosát.